Köszöntjük kedves nézőinket, Kis Dénes vagyok, Önök a Klassz Hírek térségi híradó 44. heti összefoglalóját látják, amiben megmutatjuk a Hegyalja, Bodrog köz, Takta köz, Tiszamente és a Hernád völgye legfontosabb híreit. Nézzük a mai műsor témáit röviden. Meggyújtották az első gyertyák a Tiszaújváros és Sajóvörös adventi koszorúin. Szénmonoxid érzékelőket adományozott az Opus Tigáz nagycsaládosok számára. Turisztikai attrakciók és szálláshely kapacitások fejlesztése a Kisfaludi program keretében. Újra szerencsé a cicás kakaó. A szociális munkát ünnepelték Szikszón. Bemutatták Valit a vállalkozói fórumon. Advent első hétvégén Tiszaújvárosba és Sajóvörösre látogatott testtávunk az első lila színű gyertya meggyújtásának alkalmából, ami a hitet jelképezi. Az ünnepi díszbe öltöztetett főtereken a gyertyagyújtások kíséretében programsorozatok, illetve koncertek is megrendezésre kerültek, amelyek minden tekintetben tovább fokozták a meghitt ünnepi hangulatot még az esős idő ellenére is. Az adventi hangolódás programjai Tiszaújvárosban harangjátékkal indultak. Az ünnepélyes megnyitót követően az egyházak köszöntői hangoztak el. A Városház téren felállított 9 méteres, gyönyörűen feldíszített fenyőfa és megannyi dísz, valamint pavilon az ort időben is kellemes karácsonyi hangulatot teremtett, amelyet Bojki Balázs és 4 fia gospel előadása fokozott a színpadon. A kicsik sem maradtak program nélkül, hiszen megnyitott többek között a karácsonyi játszótér is. Örülünk, ha minél gyakrabban együtt tudunk lenni, örülni tudunk egymásnak. Sajnos a tavalyi évben is és az idei esztendőben is itt van a járvány, így gyakorlatilag egymást megölelni nem nagyon tudjuk, de arra biztatok mindenkit, hogy legalább itt ebben az adventi időszakban amennyit csak tudunk, mosolyogjunk egymásra, mert az is erőt ad mindnyájunknak. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and when you are by the rear, have a holly jolly Christmas this year. Baby, I've been here before. I know this room, I walk this floor. I used to be a love before I knew. Flag on the marble arch. Love is not the victory march. It's a cold and it's a broken bar. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hataya. Hallelujah. Ezar. Hallelujah. A sajóörösi római katolikus templom előtti téren felállított színpadon Szabó Gábor polgármester és a történelmi egyházak vezetői megnyitója és köszöntője után dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő is megosztotta ünnepi hangulatot idéző gondolatait a kilátogató helyiekkel. Az első gyertyalánk hitet jelképező fényének ragyogása mellett az ünnepi hangulatról az Animus Csengettyű együttes gondoskodott. Hihetetlen nagy eső van, de nagyon jó látni az, hogy tényleg a legkisebbektől a nagy, legnagyobbakig milyen várakozás tölti el az itt élőket. És hát az advent ugye erről szól, a várakozásra, az eljövetelről. Ebben az időszakban egy picit átgondoljuk azt, ami ebben az évben történt. Egy picit a visszafogottság jellemez minket, és valahogy időt töltünk együtt azokkal, akiket szeretünk. Thank you.
500 darab szénmonoxid érzékelőt ajándékozott az Opus Tigez ZRT a Nagycsaládosok Országos Egyesülete számára annak érdekében, hogy növelni tudják a családok otthonainak biztonságát a fűtési szezon beköszöntével. A berendezéseket Torda Balázs, a vállalat vezérigazgatója és dr. Konz Zsófia országgyűlési képviselő adta át Szerencsen a NOA elnökének, Kardosné Gyurkó Katalinnak. A szénmonoxid mérgezés veszélyeire és a megelőzés fontosságára is szeretné felhívni a figyelmet az Opus Tigaz ZRT, Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztója. Ennek jegyében adott át a vállalat vezérigazgatója 500 darab szénmonoxid érzékelő berendezést a Nagycsaládosok Országos Egyesületének képviselői számára. A készülékek az egyesület tagjai között kerülnek kiosztásra, így meg annyi sok gyermekes otthon védelmét fogják szolgálni. A vállalatnak nem ez az utolsó akciója a témában, hiszen több száz darab szénmonoxid érzékelő berendezés adományozását tervezi szakmai szervezetek bevonásával, és továbbra is az elővigyázatosságra kérik a lakosságot. A szerencsi átadáson részt vett dr. Konz Zsófia, aki a térség országgyűlési képviselőjeként abban is segítséget nyújt, hogy az adományok olyan helyekre jussanak el, ahol a legnagyobb szükség van ezekre a berendezésekre. Értelmetlen tragédiák történnek a fűtési szezon idején, amikor szülőket, édesanyákat, édesapákat, gyerekeket veszítenek el családok, mert nem gondolnak arra, hogy egy szénmonoxid érzékelővel megelőzhető lehetne a baj. És ezzel a felajánlással egyfelől tudunk segíteni olyan családoknak, akik úgy érzik, hogy ezt nem engedhették meg maguknak, akik nehezebb körülmények között élnek. A családi értékek mindannyiunk számára fontosak. Másfelől fel is hívhatjuk a figyelmet erre a bajra, hogy mindenki igenis, aki megteheti, azt szerezzen be, hogy megelőzze a tragédiát. Azt gondolom, hogy leginkább ide az Észak-Magyarországi, a Felső-Tisza régióba van az, ahol még nagyon-nagyon sokan vegyes tüzeléssel, régi kazánokkal, 20-25 éves kazánokkal fűtenek, és hogy elkér bizony egy ilyen szénmonoxid érzékelő. És itt helyben 21 szervezetünk van, 21 településen, 1100 család az, akire rálátunk, és közöttük gondoltuk, hogy szétosztjuk olyanok között, akinek erre valós szüksége van. Tehát nem az, aki most újította fel a kazánját, hanem azok, akiknek tényleg egy régebbi típusú van, még korszerűsítés előtt állnak, vagy pedig nem engedhetik meg maguknak. Nagyon fontos dolog, hogy az Opus Tigaz úgy döntött, hogy 500 darab ilyen szénmonoxid érzékelő készüléket fog adni nagycsaládosoknak, és az, hogy ez Szerencsén került bejelentésre, ez azért nagyon különleges, mert sajnos ebben az évben volt egy olyan tragédia, ami úgy gondolom, hogy az egész várost és a környéket megrendítette, és sajnos nem ez az egyetlen ilyen tragédia. Az elmúlt időszakban többször is sajnos ez a csendes gyilkosnak nevezett szénmonoxid nagyon sok értelmetlen tragédiát okozott. Tényleg az emberek próbáljanak odafigyelni arra itt a téli időszak előtt, hogy esetleg egy ilyen eszközt szerezzenek be, mert lehet, hogy tényleg ennyi múlik. Szerintem az emberi életnél nincsen fontosabb, illetve az, hogy a családok biztonsága rendben legyen. Mivel ez tényleg egy olyan alattomos ellenség, amit már hallottunk, ezért az ember nem is gondol addig bele, hogy mi történhet az emberi élettel, amíg ez meg nem történik, és pont ez a készülék ebben tud segíteni, hogy ilyen értelmetlen tragédiák ne történjenek meg. Számunkra nagyon fontos az, hogy ne csak szolgáltatást, hanem biztonságot is nyújtsunk az ügyfeleink számára. Úgy érezzük, hogy mivel mi szakmailag ehhez értünk, ezért úgy a kötelességünk azt, hogy figyeljünk erre is. És belső kezdeményezés volt itt a kollégák részéről, hogy próbáljunk erre kifelé nyitni, és segítsünk a rászorultakon. Most 500 készüléket ajánlottunk föl az Országos Nagycsaládosok Egyesületének, és az a kérésünk, hogy lehetőleg a szolgáltatási területünkön a mi ügyfeleinknek nyújtsuk ezt a pluszt. 7 megye a szolgáltatási területünk, ez egy 40%-a az országnak. Ez a Pest megyétől keletre eső rész egészen Szolnok, Hajdú, Bihar, tehát ez az észak-keleti karéja az országnak. A Kisfaludi program által támogatott fejlesztéseket tekintette meg a térségben Horváth Péter vezérigazgató és dr. Konz Zsófia országgyűlési képviselő. A látogatás alkalmával Tokajban 3 vállalkozást vettek szemügyre, majd Szerencsén egy sajtótájékoztató keretében szálláshelybővítést jelentettek be a Pepita Macska Vintage-ben, és ünnepélyes keretek között rakták le a Kishalász Cukrászda és Látványmanufaktúra alapkövét.
Horváth Péter, a Kisfaludi 2030 Nonprofit Kft. Vezérigazgatója tett látogatást térségünkben, hogy megnézze az elkészült turisztikai célú fejlesztéseket. A Kisfaludi program célja, hogy 2030-ra a kereskedelmi szálláshelyeken megduplázódjon a vendégészakák száma, valamint 1000 szálláshely és vendéglátóhely újuljon meg, és 500 projekt valósuljon meg. A vezérigazgató és dr. Kont Zsófia országgyűlési képviselő november 23-án Tokajban kezdte a napot, ahol megtekintették a Kisfaludi program által támogatásban részesült vállalkozásokat. Így meglátogatták Tokaj város első, még épülő 5 csillagos szállodáját a Csurgóvölgyben, majd ellátogattak a Makmarci panzióba, ahol megtekintették az elkészült fejlesztéseket, de nem maradhatott ki a laborbisztró sem. Ezt követően Szerencsén folytatták a napot, ahol a 80 millió forintot elnyert Pepita Macska Vintage szálláshely fejlesztéséről tájékoztatták a sajtóképviselőit, majd ünnepélyes keretek között rakták le a Kishalász cukrászda és látványmanufaktúra alapkövét, amely 370 millió forintot nyert. A Kisfaludi program 2030-ig szól, azt a célt tűzte ki magának, hogy 2030-ig elérjük azt, hogy Magyarország közép-európai vezető turisztikai desztinációjává váljon. Ez a fejlesztés, aminek ma az alapkőletételén vagyunk, itt Szerencsén, ez is egy 36 hónapos vállalás, egy 36 hónap alatt megvalósuló fejlesztés lesz, és úgy gondolom, hogy ez az attrakció és azt a célt fogja szolgálni, hogy aki eljön Szerencsre, az esetleg ne egy éjszakát töltsön itt, hanem eltöltsön több napot. Annyi gyönyörű helyet és annyi remek fejlesztést láttam a mai nap folyamán. A Kisfaludi program, amit 2017-ben hívott létre Magyarország kormánya, aminek a fő célja az volt, hogy a vidéki Magyarország turizmusa, ideértve a szálláshelyeket, az attrakciókat, a vendéglátóegységeket megújuljon, és egy 21. századi szolgáltatást érjen el. Gyakorlatilag az itt, ebben a térségben, az teljes körűen vagy megvalósult, vagy meg fog valósulni. Meg annyi egyéb és magánszálláshely nyert el pályázatot, ők már el is készültek az idei szezonban, gyakorlatilag már elérték azt az eredményt, hogy az ő kapacitásokat, bővítésüknek a hatására rengeteg vendég érkezett ide, de fejlődtek panziók, szállodák és egy 5 csillagos hotel is 2022 nyarára elkészül. Mi 2016 áprilisában a férjem születésnapján nyitottuk meg a Pepita Macskát először, és tényleg családi vállalkozásként indult. Jelen projekt keretében 4 darab kétágyas apartmant szeretnénk létrehozni, amik pótágyazhatóak, egy ilyen kis wellness részleggel készülünk, ami a vendégháznak az adottságaihoz fog igazodni. Terület kicsi szegletébe költözön a családi vállalkozások. Szándékaim között szerepelt, hogy folytassuk a szerencsi édesipari hagyományokat, hiszen egy 34 éve működő cukrászat vagyok. Szüleim alapították a vállalkozásunkat 1987-ben a családi ház szüterényében, melyet 11 éves koromtól látok felnőni. Az építkezés egyik felében 122 négyzetméteren kívánjuk megépíteni látvány- és cukrász manufaktúránkat, részben meglévő, részben új épületekben a trendnek megfelelő technológiával. A cukrászda másik része egy új, a régihez csatlakozó épületben kap helyet, aminek összes alapterülete 770 négyzetméter, beleértve a vendégteret, a konyhát és a látványmanufaktúra egy részét.
A cukrászdához kapcsolódóan akadálymentesített terasz is kialakításra kerül 100 négyzetméteren. Mai napnak a fő irány az nyilván a turisztika volt, és nagyon örülök annak, hogy vannak szerencsén olyan családi vállalkozások, akik nyilván hosszú távon terveznek, és olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amely nyilvánvalóan még jobb lesz az ide látogatóknak. Hiszen mi abban bízunk, hogy a szőlő és a bor mellett, természetesen itt van a csokoládé, amely szerintem, ha szerencs, akkor csokoládé, egy nagy húzóerő, de kellenek még olyan turisztikai attrakciók, hogy tényleg minél több napot itt tudjanak tölteni az ide látogatók. És azért szerencsén mi tényleg olyan történelmi múlttal rendelkezünk. Itt van a Rákóczi vár, benne tényleg a világ egyik legnagyobb képeslap múzeuma. Csokoládé szobrokat készítünk, hát ez is rendkívül különleges, ezt is meg lehet nézni. Itt vannak a gyönyörű templomaink, és emellett pedig például a cukrászat is olyan nagy hagyományokkal bír a településen belül, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, és nagyon örülök annak, hogy ez tovább fog fejlődni. Ez egy olyan különleges manufaktúra lesz, amely nyilván nem csak a szerencsieknek, hanem ez ide látogatóknak is egy fontos pontja lehet, emellett pedig ugye hát a Pepita macskában a szálláshely fejlesztésre kerül sor, hát annak már neve is olyan különleges a Pepita macskának, hogy szerintem mindenki valahogy megjegyzi. És azt mindenképp szeretném kiemelni, hogy ezek a dolgok azért nagyon fontosak, mert azok az infrastruktúrális fejlesztések, amelyek most folyamatban vannak, az, hogy négysávos lesz a 37-es szerencsig, az, hogy az egész 37-es felújul, az, hogy körforgalmakat építünk, a mellékutakat megcsináljuk, kerékpár út hálózatot hozunk létre egészen Szerencstől Nyíregyházáig, a Kopaszhegyen keresztül, ez mind azt jelenti, hogy ugye a kormányzat is hosszú távú tervekkel bír, és ezért kellenek olyan családi vállalkozások, akik szintén ugyanígy gondolkoznak. Szerencs városának adta át a Szerencsi kakaópor vétjegyének tulajdonjogát a Nestlé Hungária, így jövő évtől már a Szerencsi Bonbon Kft. Gyárthatja és forgalmazhatja a cicás terméket. Az ünnepélyes átadáson részt vett a vállalat ügyvezető igazgatója, Noszek Péter, dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, dr. Takács István a Szerencsi Bonbon Kft. Ügyvezető igazgatója és Nyíri Tibor Szerencs polgármestere, akik egy pohár kakaóval kocintottak a nemes gesztusra. Aláírták november 30-án azt a dokumentumot, amellyel a Nestlé Hungária Szerencs városának adományozta a magyar háztartások egyik kedvencének számító Szerencsi kakaópor védjegyének tulajdonjogát. A szerződés értelmében így a több mint 90 éves múltja során folyamatos népszerűségnek örvendő cicás logóval ellátott Szerencsi kakaóport jövő évtől a Szerencsi Bonbon Kft. Gyárthatja és forgalmazhatja majd. 2018-ban a Nestlé már a Szerencsi Bonbon Kft.-re ruházta át a tulajdonában lévő Szerencsi Védjegy édesipari termékekre vonatkozó használatának jogát. Ez a megállapodás egészült ki azzal, hogy az édességek mellett a Szerencsi kakaópor védjegye is visszakerül Szerencsre. Jelenleg több mint 500 embernek ad megélhetést a Szerencsi gyár, amelynek éves kapacitása meghaladja a 40 ezer tonnát, amivel a Nestlé a meghatározó 30 exportpiacot ellátó kávé és kakaóitalpor gyártási központja Közép-Kelet-Európában. De igazság szerint talán nem is családi, hanem szerencsi vállalkozás. Ez az én véleményem szerint a jobb megfogalmazás, mert itt egy kollektív szerencsi munkáról van szó, meg egy szerencsi emlékről, egy múltról, és bizakodásról a jövőbe is azt fogjuk csinálni, amit a szerencsieknek kell, tehát a szerencsi édességgyártást megőrizni, folytatni, fejleszteni, egyáltalában, hogy Szerencs városát ismerjék az országban, ne csak úgy, hogy egy 150 hasonló nagyságú városok közül, hanem igenis az édességgyártás vidéki fellegvára. Üzemünkben évente 1600 tonna édességet gyártunk. Ennyit állítunk elő, és másfél száz embernek adunk munkát, sokaknak szezonális jövedelemforrás biztosítva. Az egyik üzemrészt idegenforgalmi látványossággá fejlesztettük, amelyhez Csináld Maga Csokoládé műhely is tartozik. A nagyrészt iskolásokból álló látogatóknak lehetővé tesszük, hogy részt vehessenek a csokoládé kézi elkészítésében, hazavihessék műveiket, és persze megkóstolhassák menet közben finomságainkat. A gesztus a Nestlétől ez egy kiváló, ugye példátlan, jó minőséget csinálunk, bekerült a Nemzeti Értéktárba, remélhetőleg hungarikummá fog válni a munkánk nyomán, meg a múlt nyomán,
Hát kell ennél több. Nekünk, mint a szemünk fényére úgy kell vigyázni az édességgyártásra, ez az megmaradt kincsünk, és erre vigyázni kell. Próbáljunk mégis valami büszkeséget adni az itt élőknek, aminek tudnak örülni, és hogyha már a cukor legalábbis abban a pillanatban elvételre került, ami nyilván 1889 óta már nagy hagyományokkal bírt, és mindannyiunknak mai napig hiányzik az az illat, ami a cukorkampányokat jellemezte. A szerencse akkor csokoládé, és erre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Hozzá tartozik már az életünkhöz, a szerencsék életéhez, hogy itt van csokoládégyártás, és ugye ez 1923 óta egyfolytában jelen van a település életében, és szerintem ez a jövő szempontjából is kulcskérdés, és éppen ezért nagyon rendkívüli és példaértékű, amit a Nestlé egyébként ma tett, illetve 2018-ban, hiszen ennek már előzménye is volt, hiszen nagy vállalatként gondolta arra, hogy itt helyben az itt élő embereknek mi fontos, és ő is tudja azt, hogy szerencsén a csokoládégyártás nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy ezúton is köszönjük szépen neki azt, hogy a mai nap egyáltalán létrejöhetett. Én Takács Pista bácsinak és mindenkinek, aki a csokoládégyártásban benne van, azt kívánom, hogy legyen kitartás erő ehhez a nagyon szép feladathoz, hiszen ez a hagyományaink miatt is fontos, de a jövőnk miatt is, mert úgy gondoljuk, hogy ha már csak turisztikai látványosságról beszélünk, akkor az ide érkezők elmehetnek csokoládét készíteni, meg vannak ezek a csokoládészobrok, amiket meg lehet tekinteni, és szerint szempontjából a jövőt illetően ez egy kulcskérdés, hogy a csokoládégyártás megmaradjon és fejlődjön. És a Ligti Frigyesről hallottunk, aki a szerencsi csokoládégyár első igazgatója volt, egy svájci származású ember, aki Temesváról került Szerencsre. Ez az ő íróasztala volt, amin az aláírás megtörténik. Ez sokáig a gyárban volt, és körülbelül 15 évvel ezelőtt került a Szerencsi Csokoládé Múzeumba. Nestlének az egyik fő célkitűzése a közös értékteremtés, amiben az ilyen dolgok is beletartoznak, hogy nagyon odafigyelünk azokra a közösségekre, akikkel együtt dolgozunk, vagy ahol dolgozunk. Ugye a szerencsi csokoládégyárat 30 évvel ezelőtt vásárolta meg a Nestlé, és időközben a gyárat átalakítottuk egy kávé és kakaóitalporgyárra, ami egy gyakorlatilag európai központtá nőtte ki magát. 30 országba exportálunk, közel 40 ezer tonna terméket gyártunk, és 500 munkatársunk dolgozik itt Szerencsén, tehát Szerencs életében egy nagyon fontos szerepet töltünk be, de azt mondhatom, hogy igazából a térség életében is, vagy gazdasági életében, mert Diósgyőrben is van egy gyárunk. A ma aláírásra kerülő megállapodások értelmében a szerencsi kakaó gyártását és forgalmazását 2022. január 1-től dr. Takács István cége, a Szerencsi Bonbon Kft. Végezheti, megőrizve azokat az értékeket, amelyeket a magyar háziasszonyok megszoktak és szeretnek benne. Az nagyon-nagyon fontos, hogy a tradíciót meg tudjuk őrizni. A szerencsi csokoládégyártás 2 év múlva lesz 100 éves. Ehhez szeretünk volna hozzájárulni. Korábban megtartottuk a tulajdonjogát a szerencsi márkának, de most ezt is átadtuk a szerencsi városnak, és azt gondolom, hogy ezzel a következő 100 évre is megőrizzük ezt a tradíciót. Végül is a szerencsi nevében, vagy a névben benne van magának a városnak a neve is, hogy ez igazából ide tartozik. Kivételes nap, mert nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy nem csak a csokoládé vagy az itt készült termékek édesítik az életünket, hanem az a gesztus is, amely az önök együttműködésének eredményeként létrejött. Nagyon fontos dolog az, hogy legyenek elköteleződések, hiszen nem egy személytelen cég egy nagy multivállalkozás sem. Persze hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy föltekeri a gyár 4 sarkán lévő csavarokat és elviszi valahova egészen máshová. A Nestlé ebbe különb és ebbe más, mint a többi, hogy ő lebetonozta ezeket a csavarokat, nem akarja elvinni, mert tudja, hogy a helyiek munkájából él, a helyiek szellemi termékeiből él, és mindazon szorgalomból és elköteleződésből, amit a szerencsiek munkája jelent az ő számára. És ez egy sikeres együttműködés. És az, hogy tud gesztusokat gyakorolni, hogy tudja nagyon jól, hogy a szerencsi márkanév az őt is építi, és együtt tudnak működni. És az, hogy
átadta ezeket a védegyeket használatba a városnak, illetve a Bonbon Kft-nek. Ez egy fantasztikus gesztus, példaértékű cselekedet. És az ember azt mondja, hogy itt sokkal édesebb az a kakaó, vagy az a termék, amit ők is gyártanak, mert gesztus van benne, nemes gesztus van benne. Na ez az a példa, amit követni kell. És ettől nem lesz gyengébb, nem lesz kisebb, hanem ettől azt tudjuk mondani, hogy igen, sokkal erősebb. A szociális munkanapját ünnepelték Szikszón november 11-én. A szikszói szociális szolgálattevőket hívták meg az inkubátorház nagy termébe, ahol az ünnepi műsort a térségi iskolák diákjai adták elő, majd egy ebéddel és apró ajándékokkal is kedveskedtek a vendégeknek. A szociális munka egy hivatás, amiben a pandémiás időszak sok kihívást és napi szinten új feladatokat, valamint megoldásra váró szituációkat teremtett sok-sok szabállyal. Ez a kitartás és leleményesség nem okozott azonban gondot az elhivatott szikszói embereknek, akik a szociális szférában dolgoznak. Ez nem sikerülhetett volna, ha nincs az az elköteleződés, amiben példásan vizsgáztak a helyi szakemberek is. Az esemény Schwab Antal polgármester köszöntőjével vette kezdetét, majd Szögecki József, a Betánia Szeretet Otthon vezetője osztotta meg ünnepi gondolatait, valamint dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő elismerően szólt a helyi ünneplőkről. Az ünnepi műsorban a térség gyermekeinek előadásait nézhették meg a vendégek, amelyben a szikszói városi óvoda versét a Homrokdi iskolások Sejebi tagintézményének és a Halmai tanoda növendékeinek zenés műsorát követően a Diósgyőri Jazz Tánc Klub szórakoztatta a közönséget. Vége van a nyárnak, hűvösszelek járnak, nagy álmata van, a színege madárnak. Ez gyerekülti szolgáltatás vagy idős gondozás, de szerintem egy alapja van annak, hogy mi is a szociális munka lényege. Szerintem az elhivatottság a lényege, a hit és a bátorság a lényege. Főleg ebben a nehéz pandémiás időszakban úgy gondolom, hogy különösen szükség van arra a képességünkre, hogy legyen hitünk, hogy meg tudjuk oldani azokat a napi kihívásokat, ami elé most már második éve állít minket az élet. Nagyon sok olyan szituációba találjuk magunkat, ahol nincsen bevett szokás, gyakorlat, protokoll, hanem ott kell megoldani a szakmai tudásunk, a józanész és az együttműködés segítségével. Hál' Istennek azt tudom elmondani, hogy itt Szikszó városában nagyon jó az együttműködés azok között, az intézmények között, akik szociális munkát végeznek. Mindegy, hogy a fenntartó egyház, állam, önkormányzati intézmény nem okoz gondot egymást felhívni, kérni tanácsot, segíteni a másiknak. Úgyhogy a szociális munka szerintem az együtt működést jelenti, és a közösség építését jelenti. Szikszó térségében is szerintem azt mondhatom, mint minden más térségben, járásban vagy megyében, a feladatunk az nagyon-nagyon széles, mert egészen a újszülöttektől a legidősebb korosztályig minden társadalmi rétegben találkozunk olyan emberrel vagy emberekkel, akinek a mi segítségünkre van szüksége. Legyen ez egy csecsemő az anyukájával, aki el tud jönni a biztos kezdett gyerekházba, vagy legyen ez egy idős, aki házi segítségnyújtást fog igénybe venni, vagy netán a bentlakásos intézménybe fog menni lakni. De sok olyan klienssel is találkozunk, akik egyedül élnek, és sok gyereket nevelnek, és a család működésében valami zavar lépett fel, ahol pedig a családsegítők, az esetmenedzserek fognak tudni segíteni. A mai napra a meghívást kapott minden olyan szervezet, aki Szikszó városában valamilyen szociális munkát végez, lévén, hogy is első között hagy mondjam a saját intézményemet, a Szociális Szolgáltató Központ munkatársai, a Betánia Szeretet Otthon munkatársai, a Máltai Szeretet Szolgálat Szikszói csoportja, a Református Egyház Szeretet Szolgálata gondozónői és a Görög Katolikus Egyháznak a gondozónői. Immáron már negyedik éve ünneplünk így közösen Szikszó városában, de most van először az, hogy ezt egy kicsit ajándékkal is még megfűszerezzük. A lányoknak egy kis terítővel készültünk is bombonnal, a fiúknak pedig egy bögrével és kávéval.
szeretet otthonának az jutott eszembe, hogy aki a szociális szférában dolgozik, ott a magyar szív, amit sokszor mindenféle körülmények között emlegettünk, akár a sportokban, meg az élet bármilyen területén, hogy valahogy az a kitartás, szívóság, leleményesség, az mind ott van egyben, és szerintem ez a szociális szférában is ott van. Így egyben a szociális ágazatnak ennyiféle területe egy helyiségben együtt, azért mégiscsak örülve annak a hatalmas munkának, amit itt együtt közösen csapatmunkában, ahogy intézményvezető asszony is ezt kiemelte, meg tudnak erről emlékezni, ez azért máshol nem ennyire jellemző. Mindenki megemlékezik erről a napról, ki hogyan, de az, hogy így egyben gyűlve több települést képviselve, mert azért itt a szikszói járás miatt 24 településen is jelen van a központ munkatársai, és hát azt is különösen nagy dolognak tartom, hogy ez is ökumenikus szellemiségben zajlik, hiszen itt a római katolikusoktól, a görög katolikusokon át a reformátusokig mindenki itt van ebben a nagy családban. Hoztam egy idézetet a mai napra, ezzel kezdeném. Ez pedig úgy hangzik, hogy non ministraris administrare, ami azt jelenti, ha jó a fordítás, hogy nem kiszolgálva lenni, hanem szolgálatot tenni. Nagy köszönet illeti őket, és illethat mondhassam ezt is, hogy benneteket azért a munkáért, amit végeztetek az elmúlt másfél-két évvel nyilván előtt is, a maszkvarrástól, a gyógyszerbeszerzésen keresztül, az ételkihordáson át, a ruhával való ellátáson keresztül megéltük a mindennapjainkban azt a nehézséget, amit át kellett hidalnunk, ki kellett küszöbölnünk. Szerintem büszke lehet mindenki arra, amit tett ebben az időszakban. György László az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, dr. Koncz Zsófia meghívására érkezett a térségbe november 17-én, ahol több gazdasági szereplőt is meglátogattak Tiszaújvárosban és Szerencsen. Majd a nap zárásaként egy fórumon ismertette a vállalkozókkal az új gazdasági stratégia terveit 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozóan, ahol bemutatta a vállalkozásokat segítő információs portált Valitis. Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő meghívásának tette leget az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára Dr. György László, aki több vállalkozást is megtekintett Tiszaújvárosban. A céglátogatásokat követően kis, közép és nagy vállalatok vezetőivel tartottak kerekasztal beszélgetést, ahol értékelték a jelenlegi gazdasági helyzetet és annak továbbfejlődési lehetőségeit a térségben. Szerencsén egy több lábon álló céget tekintettek meg, majd az államtitkár a Rákóczivár Színház termében egy fórumon ismertette a vállalkozókkal az új gazdasági stratégia terveit 2021-2027 közötti időszakra vonatkozóan, ahol bemutatta a vállalkozásokat segítő információs portált Valitis. Ezt követően pedig a jelenlévő vállalkozások képviselői tehettek fel kérdéseket, ahol a szakképzett munkaerő hiány volt a hangsúlyos probléma. Egészen elképesztő az energikusság, ami Zsófit jellemzi, és amivel ezt a térséget a szívébe zárja, és amilyen lélekkel és szívvel és ésszel a munkáját végzi. Imre a főnök, ugyanis a tanítványa csak főnöknek hívják, a kajakkenu edző, aki már 5 évtizede a szakmájában dolgozik, és nagyon sokat tesz
a fiatalok nevelésért Tiszaújvárosban és a környékén, de folytathatnánk az Ennen Hotellel és az ott átélt ízléses, stílusos enteriőrrel, ami biztos, hogy égköve Tiszaújvárosnak, és folytathatnánk Balázs úrékkal, akik horgászbotokhoz gyártanak damilt, és nem győzik a megrendeléseiket kielégíteni. Én minden vállalkozótól azt kaptam jelen pillanatban vissza, hogy a megrendelés állományuk magas, fölkészülten várják a jövőt, másfélszer annyi munkavállalót tudnának foglalkoztatni, mint amennyit most foglalkoztatnak. Egészen elképesztő az a pezsgés és lelkesültség, ami az itteni vállalkozói kört, vállalkozói szférát jellemzi. Jól éreztünk rá, azt gondolom, az őket érintő kihívásokra, a szakképzési rendszer átalakításával, a felnőtt képzési rendszer átalakításával, a modern mintaüzemek programmal, amin keresztül megismerhetik a jövő technológiáit, az egyetemeink átalakításával. Arra bátorítottam, buzítottam őket, hogy keressék a kapcsolatot a szakképzési centrumok vezetőivel, az egyetemeink vezetőivel, az egyetemeket fenntartó alapítványok kuratóriumi tagjaival, mert azért indítottuk el ezeket a változásokat, hogy minél jobban ki tudjuk szolgálni az ő igényeiket annak érdekében, hogy a 2020-as évtizedet megnyerjük, hogy azokat a munkahelyeket, amelyeket a 2010-es évben teremtettünk, amiben megnyertük a 2010-es évtizedet velük együtt, azokat megőrizzük, megerősítsük, és kialakítsuk a jövő munkahelyét. Mert az a helyzet, hogy most ez van a világban, különösen Európában, hogy szűkössé válik a munkaerő, kevés a szorgos munkára fogható kéz, és akkor tudjuk megerősíteni a munkahelyeinket, hogyha okosabban dolgozunk, ha technológiailag és képességeinkben felkészültebben dolgozunk, és jobban szervezzük a munkánkat. És ehhez kívánunk a vállalkozásoknak az államilag támogatott hiteleken, visszanemtérítendő támogatásokon, képzési, foglalkoztatási programokon, a szakképzési, a felnőtt képzési és az egyetemi rendszereink átalakításán keresztül segíteni. Ebben szeretnénk segíteni a vállalkozásokat. Ezért hoztuk létre Valit, mert ott minden információ személyre szabottan a vállalkozat rendelkezésére áll. Akinek vállalkozó információra van szüksége, forduljon Valihoz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Kis Dénes látták a Klassz Hírek térségi híradó 48. heti hír összefoglalójával. Híradónk anyagait visszanézhetik a Klassz TV weboldalán, ahol megtalálják a térség aktuális híreit is. Tartsanak velünk a legközelebb is, a viszontlátásra!